56 óbecsei gyermek, akik a Labut Pejovics iskolás kor előtti intézmény várakozási listájára kerültek beiratkozás után, szeptember 2-án elkezdhetnek óvodába járni. Ugyanis 2 hónap elteltével ez az óbecsei intézmény megkapta a pénzügyminisztérium jóváhagyását 2 új óvónő felvételére, a 2 új oktatási csoport vezetésére. Óbecse község elnökének, Dragan Tosicsnak a hadható segítségével kaptuk meg a jóváhagyást 2 új csoport megnyitására. Az egyik csoportot Újfaluban nyitjuk, a másikat pedig Alsóvárosban. Úgyhogy az eddigi 50 oktatási csoport mellett idéntől 52 csoportunk lesz. Kedden kaptuk meg az információt, hogy megérkezett a jóváhagyás. Az önkormányzat biztosította a pénzeszközöket a 2 új óvónő fizetésére. Mindannyian elégedettek lehetünk tehát, és elkezdődhet az új munkaév. A 2 új félnapos napközis csoport megnyitásának szükségessége az óbecsei szülők fokozott érdeklődésének köszönhetően merült fel, akik a 3 és 6 év közötti gyermekeiket szerették volna beíratni az óvodába. A több csoport miatt az újfalui Szivárvány óvoda 2 váltásban fog dolgozni, az alsóvárosi Szuncsica óvoda pedig csak délelőtt. Óbecse község minden 3 és 6 év közötti gyermeke fel lesz véve. Mindkét új csoport magyar nyelvű lesz, a Szivárvány és a Szuncsica óvodában is, azzal, hogy a Szuncsica óvodában kombinált csoport lesz, a szülők igényeinek megfelelően. Lesznek, akik fél egyig maradnak, és lesznek, akik tovább. Maradtak nem beiratkozott gyermekeink, akik belettek ugyan jelentve a pályázat ideje alatt, de sajnos a szülők nem tesznek eleget a feltételeknek. És tudom, hogy ez nagyon durván hangzik, de ahol csak az egyik szülő dolgozik, kevesebb pont jár, mint ahol mind a két szülő munkaviszonyban van. Szubakov kiemelte azt is, hogy az intézményben felvetődött az a gondolat is, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a különböző korosztályú gyermekcsoportok létrehozására. Ami a bölcsődei korosztályt illeti, 17 gyermeket nem vehettek fel, mert a szülők nem felelnek meg a gyermekek óvodai beiratásáról és befogadásáról szóló rendeletben megállapított követelményeknek. Ami az új bölcsődei csoportot illeti, folynak a megbeszélések az alapítóval, hogy ott arra januárban, illetve februárban, amikor meglesznek a kellő feltételek anyagi és emberi szempontból is, akkor lehetséges, hogy megnyitunk egy bölcsödés csoportot is. Ezen fogunk aktívan dolgozni, hogy mindazok a szülők, akik megfelelnek a követelményeknek, beirathassák gyermekeiket a bölcsödébe. Az iskoláskor előtti intézményben megkezdték az értesítések kiküldését a szülők számára, a gyermekek beiratkozásával kapcsolatban. A jövő hét folyamán pedig ünnepélyes keretek között szervezik meg az újonnan beiratott gyermekek fogadását. A csoportok beosztása az óvodák ajtaján lesz kifüggesztve.